Különösen érzékenyen érintette az második világháború utáni úgynevezett Málenyki robot, az orosz fogolytáborok kérdése. Mennyire sikerült feltárni, dokumentálni ezt a korszakot? Sikerült, ugyanis egyesületünk már több éve ezzel a témával foglalkozik. Rendeztünk több emlékkonferenciát, írósi találkozót is ebben a témában, ugyanis tavaly a Magyarországgyűlés november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt kényszermunkások hivatalos emléknapja lett. Ezúton tavaly is rendeztünk egy emlékkonferenciát és írósi találkozót, mert idén is megtartottunk, csak idén pályázati úton sikerült egy kiállítást is szerveznünk, és így még színvonalasabb programot tudtunk szervezni. Ahogy nézem, itt többé-kevésbé sikerült még túlélőket, szemtanúkat felkutatni. Vannak még ilyenek? Mennyire mélyen gyökerezik a baranyai németségben ez a korszak? Elég erősen. Az a baj, hogy sajnos, hogy nagyon kevés túlélő maradt, akikkel interjúkat tudunk készíteni. És ők már körülbelül 9 évesek, és hát elég nehezen tudjuk őket elérni. Ahogy nézem, itt diákcsoportokat is fogadnak és filmeket vetítenek nekik. Mennyire érdeklődik a fiatalság ez iránt, a téma iránt? Érdeklődik, elég sok középiskolát megkerestünk, rendhagyó történelmokat tarthatnak. Minden nap 3-4 történelmi órát és vetítést tudunk nekik mutatni, mellett akár tárgyvezetésben is tudunk nekik segíteni. Merülnek fel kérdések bennük? Igen, elég sokat szoktak kérdezni, de ez a mi dolgunk, hogy válaszoljunk rájuk, és az érdeklődésüket fenntartsuk. Mi a fő kérdésre, mi az, amit legtöbbször kérdeznek? Hogy miért vitték el őket? Mi volt a bűnük? Volt bűnük? Nem volt bűnük. A kollektív bűnösség jegyében mindenkit vittek, akit találtak az oroszok. Anweiler Szilveszter, Széchenyi István diák itt a kisfilm megtekintése után a trauma kiállításon. Itt a nevedből ítélve akár még lehetett valami családi kötődés is ez iránt, a korszak iránt. Igen, én erről nem tudok így egész konkrétan, de ez a német név, ez igen bennünk megvan, ugyanis az apa, édesapám, az, vagy nagypapám német származású volt, onnan a családnevünk. Tehát akkor úgymond családi tapasztalat nincs erről a korszakról, vagy legalábbis hozzá nem jutott el. Itt a film megtekintése után hogy látod ezt az időszakot? Hát ez egy rendkívül nagyon sötét volt ugye az egész nemzetünk történetében. És hát borzasztó, hogy ilyen dolgok megtörténhettek. Milyen kérdések vetődtek fel benned itt a film után? Hát legfőképpen az, hogy kik voltak azok, akik engedték, hogy ez megtörténjen, és hogy miért történtek ezek meg a ilyen. Mennyire keltette fel az érdeklődésedet ez a téma olyan szempontból, hogy esetleg utána olvasol, utána nézel még ezek után? Hát én eddig is érdeklődtem az ilyen második világháború környéki elhurcolásokról és népirtásokról, és ez a téma ez engem eddig is nagyon érdekelt, foglalkoztatott, és ezután is tervezem, hogy utána nézek, olvasni fogok ebbelőle. Na talán a továbbtanulás szempontjából is mozgat a kérdés? Hát továbbtanulás még egyelőre nincsenek terveim ezzel kapcsolatban, de minden esetre egy nagyon érdekes téma, hogy kibővíthetjük az ismereteinket, amiket a történelem órán megszerzünk.